Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Az igazság az, hogy nem attól vagyunk bátrak és erősek, hogy annak mutatjuk magunkat, hanem attól, hogy hibáinkat felvállalva és azokat folyamatosan javítgatva a céljainkat tartjuk szem előtt, és nem félve a mások véleményétől, tesszük a dolgunkat, képviseljük az igazunkat, nem térünk le e cél felé vezető útról. Ezzel a gondolattal köszöntöm Forró Krisztiánt, a szövetség elnökét, és örülök, hogy ellátogatott a stúdiónkba, és ma fogunk beszélgetni arról, hogy hogyan is került a párt élére, merre tart a párt, és a múlt heti választások eredménye is. Köszöntelek a stúdióba, Isten hozott. Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Én is örülök, hogy eljöttél, hiszen van miről, és van mit beszélgetnünk. Én azt hiszem, hogy kezdjük azzal, hogy hogyan is kerültél a párt élére, és mik voltak a célkitűzéseid, hiszen nem könnyű feladatnak nézi elébe. Hát a tárgyalások ugyebár két évvel ezelőtt, augusztus 20-án, 20-a előtt kezdődtek, és augusztus 20-án volt egy szándéknyilatkozat aláírva, amikor a három párt, az MKP, a Híd és az Összefogás megegyezett abban, hogy akkor egy képviseletben szeretnék képviselni a felvidéki magyarságot, és a velünk együtt élő közösséget, más nemzetiségeket is, és utána egy évvel rá megalakult a szövetség a három párt egyesülésével, és tekintettel arra, hogy az MKP volt a legnagyobb a három egyesülő párt közül, az MKP adta a szövetség elnökét, azelőtt én voltam az MKP elnöke, így lettem tulajdonképpen a szövetség elnöke, és akkor én tettem egy fogadást, ugyebár, hogy szeretném egyesíteni a felvidéki magyarságot politikai téren, mindenképpen ezt első körben sikerült a szövetség létrehozásával, de természetesen a munka az tovább folyik, és nagyon örülök neki, hogy az első megmérettetésen a mostani megyei és helyhatósági választásokon a szövetség, és nem csak a szövetség, de elsősorban a közösségünk ilyen nagyon jó eredményt hozott, hogy olyan nagy arányú képviseletet tudott felállítani a közösségünk számára, ami mostanra megkerülhetetlen tényezővé vált Dél- és Kelet-Szlovákiában, hiszen 42 megyei képviselőből 54 lett a választás során. Én azt hiszem, hogy ez egyfajta részsiker, amelyhez csak gratulálni tudok, hiszen minden egyes sikert el kell ismerni és gratulálni kell hozzá. Köszönöm. Nem lehet elfelejteni, és nem csak a negatívumot kell nézni, és azokat keresni, hogy miért nem került be 56, amikor 54-42. Tehát ez egy siker. Említett, hogy egyesíteni az itt élő magyarságot. 1998-ban, amikor volt egyfajta törvény, hogy egy házasságot kellett kötni a három pártnak, akkor is kimaradt egy párt, és akkor én azt írtam, hogy törött szárnyal próbáltunk fölszállni a repülővel. Egy darabig sikerült, aztán az egész szétomlott. Most is van ennek a repülőnek egyfajta törött szárnya. Ott a fórum. Mit lehetne ezzel csinálni, hogy azt is bevonni ebbe a vérkeringésbe? Én ezt már a múltban is többször hangsúlyoztam, hogy az egyesülés az mindenkire szükség van, és természetesen nyitottan állok a továbbiakban is mindenkivel kapcsolatban, aki a közösségért szeretne tenni, tehát a kapuk továbbra is nyitva állnak. Ugyanakkor azt is szomorúan tapasztaltam, hogy az ön által, vagy az általad említett párt egy olyan megyében, Nagyszombat megyében, ahol egyébként két magyar jelölt is volt, beállt egy nem magyar jelölt mögé. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ez talán szembe megy azzal, amit ők hirdetnek, és amit ők vallanak. Úgyhogy értetlenül és szomorúan álltam el mellett a jelenség mellett. Ahogy mondom, mi partnereket mindenképpen keresünk, és minden oldalon, hiszen tudjuk azt, hogy a magyarság felvidéken 8,5%-ot alkot körülbelül, és ez a közösség akkor tud sikereket elérni, hogyha ehhez társakat is tud találni a munkájához. Tehát én mindenképpen partnereket szeretnék keresni, és mi a szövetségen belül is természetesen nyitottak vagyunk. A megyén is bizonyítottuk azt, hogy azokon a megyékben, ahol volt erős képviseletünk, ott tudtunk partnereket találni ahhoz, hogy az általunk lakott régiókba útfelújításokat hozzunk, intézmények felújítását hozzuk, javítsuk a minőséget, a szolgáltatások minőségét a megyei intézményekben. Tehát ahhoz, hogy eredményeket lehessen elérni, ahhoz partnerekre van szükség,
és mi mindig is kerestük, és keresni is fogjuk a partnereket ehhez. Ennek lesz nagyon jó hallani, de sokszor van egy, az a szlogen, hogy sokan vagyunk, de nem elegen. Tehát sokan voltunk a választáson, de még mindig nem elegen ahhoz, hogy azért egy lépést tovább lépjünk. Azt tudom erre mondani, hogy mindig azt kell nézni, hogy merre haladunk. Ez az eredmény is azt mutatta, hogy erősödtünk, és erősek vagyunk. A felvidéki magyarság egy erős közösség itt az országon belül, és egy, ahogy említettem, megkerülhetetlen tényezővé váltunk Dél- és Kelet-Szlovákiában. És ha arról beszélünk, hogy lehetett volna jobb eredmény, természetesen mindig lehetne jobb eredmény, ez tény és való, ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy jelen pillanatban, ami a megyei képviselők számát tekinti, a Szlovákiában a szövetség a legerősebb párt, tehát az első helyen van a függetlenek után. A sorban a következő pártnak mindössze 20, tehát az 54-hez képest 20 megyei képviselője van, ami azért 2,5-szer kevesebb, mint a szövetségé. Tehát úgy, hogy a szövetség Dél- és Kelet-Szlovákiában aktív tulajdonképpen az országon belül, és ahhoz képest az első, ez is azt bizonyítja, hogy a közösségünkben mekkora erő van, és ha egységesen, közösen tudunk fellépni, akkor ennek a közösségnek, a felvidéki magyar közösségnek igenis van ereje, és van létjogosultsága. Egységesen kell fellépni, és akkor lesznek eredmények is, ahogy mutatta ezt a mostani választás is. Igen, nehogy félreértsük egymást, én sokan vagyunk, de nem elegen arra értettem, hogy mindig mindenkit be kell vinni a nyáj közé, tehát nem szabad senkit kiengedni a nyájból. Tehát még jobban figyelni kell arra, hogy az emberek a szövetségre figyeljenek, ha jól értem. Én azt hiszem, hogy ezt a módban is bizonyítottam, hogy én valóban azt szeretném, hogy ez a képviselet egyre erősebb legyen, és ehhez mindenkire szükség van. Tehát továbbra is tartom magam ahhoz a véleményhez, hogy mindenkire szükség van, aki a közösségünket képviselni akarja, illetve aki segíteni akarja és tudja, úgyhogy a kapuk nyitva állnak. Tehát minden segítőkész emberre szükség van. Így van. És fogadtuk is minden segítőkész. Így van. Soha senkit nem utasítottunk el. Jó. A 8,5% az itt élő magyarságot jelzi, tehát csökkent a magyarok száma, mert ha széthúzunk, 5 plusz 5 az 10, 8,5-et nem tudom kétszer 5 felé elosztani. Tehát annyit jelent, hogy most el kell érni a következő választáson minimum az 5%-ot, 5 egész, legalább egyet, és nem 4,9 alatt mozogni, mert a közvélemény kutatások valami olyat mutatnak, amikor a szövetség 3,4, 4,2, a fórum 2,1-en áll, és ezeket a számokat nem szabad összeadni, mert ez téves. Aki összeadja a számokat, az téved. Hogy tudjuk elérni majd, hiszen a mostani választásokat én úgy ítélem meg, mint egy hazai bajnokságban nagyon jól szerepeltünk, majdnem bajnokok lettünk a függetlenek után. Tehát egy másik helyet értünk el. Hogy tudjuk elérni azt, hogy egy világbajnokság számomra a parlamenti választásokat jelenti, hogy azért ott is jól szerepeljünk. Két dolgot szeretnék hangsúlyozni, amikor említed azt, hogy nem vagyunk bajnokok. Függetlenek nincsenek. A parlamenti megmerítés során nincsenek függetlenek, pártok vannak, és ebből a szempontból kijelenthetjük jelen pillanatban, hogy a szövetség a pártok tekintetében bajnok. De szeretném hangsúlyozni, hogy azért ezt tudatosítani kell, hogy ez a közösségünknek a sikere. Tehát elsősorban a közösségünknek a sikere, és a felvidéki magyarság egy egységes, erős képviseletet akar. És ezt a választás során, a mostani választás során is megmutatta. Az, hogy ilyen győzelem született, ez még egyszer mondom, ez a közösségünk győzelme, és ez egy közös siker. Ami pedig a közvéleménykutató intézeteket illeti, láthattuk a mostani választás előtt is, ugyebár például a megyelnök jelöltjeink, mert két megyelnök jelöltünk volt, az egyik Berényi József Nagyszombat megyében, másik Csenger Tibor Nyitra megyében, és mind a kettő esetében az előrejelzések sokkal alacsonyabb számokat mutattak. Például Berényi József esetében azt mutatták, hogy 16% körüli lesz bocsánat, 15% körüli lesz az eredménye, ahhoz képest több mint 21%-ot ért el, és Csenger Tibor esetében szintén 10% alatt mérték őt, de most ahhoz képest 16%-ot ért el. Tehát ez is mutatja azt, hogy az előrejelzések és a különböző közvéleménykutatások mennyire megbízhatók.
mindenképpen figyelni kell a közvéleménykutató intézetek méréseit abból a szempontból, hogy a trendeket láthassuk. Tehát, hogy milyenek a mozgások. De a mi szempontunkból, a mi esetünkben ezek az előrejelzések sajnos pontatlanok, nagyon pontatlanok, és egyébként a parlamenti választás is megmutatta, hogy teljesen más eredményeket mértek annak idején a magyar pártok részére, vagy a magyarokat képviselő pártok esetében, mint aztán a végén bekövetkeztek. Tehát ezt mindenképpen tartalékkal kell venni, és ahogy ezt a mostani választás is megmutatta, hogyha az eredményeket fogják látni az emberek, és valóban úgy fogják érezni, hogy az ő érdekeiket képviseljük, és ők vannak az első helyen, akkor ezt a bizalmukkal meg tudják hálálni. Természetesen árgus szemekkel fogják figyelni aztán, hogy milyen tevékenységet folytatom, de hát ezt bizonyítottuk a módban is, hogy ahogy említettem, azokban a megyékben, ahol erős képviseletünk volt, ott eredmények is voltak, partnereket tudtunk találni természetesen a szlovák oldalon is, vagy a többségi nemzet oldalán is. És ez nagyon fontos. Ha figyelembe vesszük, hogy a magyar pártok a módban mindig is a stabilitást hozták a kormányzásba, ugyanis amikor kormánytényezők voltak, akkor is ugyebár tagjai lettünk az Európai Uniónak, tagjai lettünk a NATO-nak, tehát a magyar párt mindig, az egységes magyar párt mindig is egy erőt képviselt, és ez mindig hozadék volt az országnak is. Na most ugyanehhez a helyzet a megyei szinteken is, ott, ahol a szövetségnek erős képviselete van, ott a stabilitást tudjuk biztosítani, amit ön említett, hogy a függetlenek, hogy milyen szerep volt, de azt is tudjuk, hogy a függetlenek csoportja a megyei képviseletben képlékeny. Tehát nem a stabilitást hozzák, mert ott nem a tehát néhány egyéni érdek sok esetben kiugrik. Így van, meg mindig változik az az irány, attól függ, hogy milyen impulzus, kikeresi meg őket, és így tovább. Viszont a pártok részéről van ez a stabilitás, hiszen mi alulról építkező párt vagyunk. Az emberek megmondják azt, hogy hol szorít a cipő, min szeretnének változtatni, és a szövetség annak köszönhetően, hogy erős struktúrái vannak, hiszen szinte minden magyar lakta településen ott van a szövetségnek egy helyi szervezete. Tehát mi állandó kapcsolatban vagyunk a polgárokkal, és halljuk az ő hangjukat, és erre tudunk reagálni, és tudjuk őket megfelelő módon és hitelesen képviselni. Ez a probléma jelen pillanatban például a központi kormány esetében is. A központi kormány teljesen elveszítette a kapcsolatát a polgárokkal, a választókkal, hiszen ők központilag Pozsonyból próbálják irányítani, és nem látják azt, hogy mit történik az egyes régiókban, Ungvidék, Bodrogköz, Gömör, Nógrád, és így tovább tudnám sorolni. Tehát ők nagyon központosítva veszik figyelembe, és ennek is köszönhető, hogy ezek a régiók rendre el vannak felejtve. Látjuk azt, hogy az úthálózat nem épül a déli és keleti járásokban, ami az első osztályokat illeti, ami megújítás van, az a megyéhez tartozik, tehát a második és harmadosztályú utak, ott viszont most van képviselőtünk, tehát a képviselőknek köszönhető, de a fontos utak, az első osztályú utak azok nemcsak, hogy nem újulnak meg, de sok esetben újak sem épülnek, pedig szükség lenne rájuk. Ugyanúgy említhetnénk például a vasúthálózatot Zólyomtól keletre, ugye bármi mindig dízelmozdonyok húzzák a vagonokat, a 21. században. Ugyanazt látjuk például Komárom és Pozsony között, hogy még mindig egynyomtávú a vasútvonal. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik a 21. században, hogyha fejleszteni akarunk, és azt akarjuk, hogy az emberek jól érezzék magukat, és jól éljenek a szülőföldjükön, ne kelljen elutazniuk, és elköltözniük azért, hogy jól éljenek, ezeket figyelembe kell venni. De említhetném például a csatornahálózatot. A Zselisz környékén például több mint 20 településen még mindig nincs csatornahálózat, és nem csak csatornahálózat, de ivóvíz sincs, és ha minél inkább keletre megyünk, a helyzet annál rosszabb. Egy dolgot azért szeretnék megkérdezni, amikor építkezett a párt, kicsit nem feledkezett meg a polgárokról, a választókról? Az építkezés ideje alatt? Állandóan építkezünk, tehát ez nem egy olyan folyamat, ami lezárult volna. Tehát mi állandóan... úgy gondolom, persze az építkezés, ha egy házat építünk, mindig van vele munka. Így van, és ebben az esetben meg duplán hatványozottan érvényes az, hogy ez a folyamat ez állandóan épül, és egyébként, ha megfeledkeztünk volna a polgárokról, és magunkba fordultunk volna, akkor az a választás alatt nem értünk volna el ilyen eredményt, tehát nem szavaztak volna ekkora bizalmat a polgárok a szövetség jelöltjeinek, tehát
nem szabad elveszíteni, és persze mindig lehet javítani ezeken a kapcsolatokon, a kapcsolattartáson és így tovább, és kell is. Sőt. Tehát amint ez a folyamat megszakad, vagy nincs rá kellő hangsúly fektetve, vagy eltávolodik, laposodik. Így van, akkor oda juthatunk, ahová most jutott a központi kormány, hogy tulajdonképpen saját magukba vannak fordulva, saját maguk problémáit oldják, egymással szemben állnak, próbálnak külön kis üzleteket kötni, hogy bármilyen törvény átmenjen, hol az egyik csoporttal, hol a másik csoporttal, és ez már nem a polgárról szól. Így van, pontosan. Elnök úr, ez a választás a pártnak, úgy, mint saját magadnak erőt adott ahhoz, hogy tovább generáljunk még erőt a többi emberben, aki esetleg még nem ment el szavazni? Én azt látom, hogy nem csak nekünk adott erőt, de a közösségünknek is erőt adott. Tehát az, hogy a választások után az a sok gratuláció, hogy ha az utcán megyek, akkor nagyon sokan gratulálnak, és érzik, hogy ez egy közös siker. Tehát ez nem csak a szövetség, nem csak az én sikerem, ez mindannyiunk sikere, és ez egy nagyon fontos dolog ebben az egész történetben, és én hiszem, hogy ennek köszönhetően is azok, akik csalódtak már, és úgy érezték, hogy ennek semmi értelme, mert nem történik változás, nem történik előrelépés, ők is egy kicsit hitet meríthetnek ebből a sikerből, és kell is, hogy hitet merítsenek ebből, és véleményem szerint ez előre tudja vinni a közösségünket. Politikai képviselet nélkül nincs erős közösség, ezt is tudatosítani kell, és fordítva is igaz. Kell egy jó közösség ahhoz, hogy legyen egy jó politikai képviselete. Egymásra vagyunk utalva. Ha valaki azt mondja, hogy engem a politika nem érdekel, a politika mindenkit kell, hogy érdekeljen, mert a politikával minden összefügg. Az, hogy a tudományra mennyi pénz fog menni, az a politikától függ, hiszen ők osztják el az ország költségvetését. Hogy az oktatásra, hogy a betegellátásra mennyi pénz fog jutni, ez mind-mind politika, mindannyiunkat érint. Tehát mindannyiunk igenis kell, hogy érezze ennek a súlyát, és hogy részt vegyen a választásokon, ez egy állampolgárság joga, és ezzel élnie kellene mindenkinek, mert azt mondja, hogy az én szavazatom nem számít, de igenis számít. Nagyon sokszor egy szavazaton is múlik, például, hogy csak egy példát említsek, az Egyesült Államokban egy szavazaton múlott, hogy nem német lett a hivatalos nyelv, hanem angol. Igen. De rengeteg olyan példát tudunk mutatni, vagy mondani a mostani választásokon is, amikor egy szavazaton múlott, hogy ki legyen a polgármester, és az 4 évre meghatározza az adott közösségnek az irányát, a községnek az irányát, és így tudnám folytatni. Tehát igenis, minden szavazat számít, a tenger is csak cseppekből áll, és ahhoz, hogy egy győztes hullámot tudjunk generálni, ahhoz szükség van a cseppekre. Tehát annélkül a csepp nélkül, hogy a tengeri szegényebb vannak. Így van. Másik dolog pedig az, hogy tényleg mindenki szavazatára szükség van, hiszen lett legyen az polgármesteri választás, megyei választás, ott a vesztes nem kap érmet. Tehát a vesztes majdnem el van feledve, ott csak mérik, hogy polgármester, a többi el van feledve. Tehát mindenki, aki elmegy, az hozzájárul ahhoz, hogy hozzásegítse, de aki nem megy el, annak pedig sodorni kell az ára, ha tetszik neki, hanem. Így van? Hát tulajdonképpen nincs ráhatással a történésekre. És nagyon sokszor van akkor, hogy azok, akik nem mentek el szavazni, panaszkodnak, vagy szidják a rendszert, de igazából ők is hozzá tehettek volna. Tehát ezt a felelősséget mindenkinek kell, hogy érezze, hogy mindannyian be tudjuk folyásolni. Közösen, tehát ez egy közös dolog, hogy közösen be tudjuk folyásolni a dolgok menetét, és hogy mi történik. De arra azért vigyázni kell majd, hogy ne legyen azért túlértékelve ez a 29. választás, hiszen azért a részvételi arány, azt mondtuk, hogy biztos meg fog nőni. Igen, 29-ről 43-ra a megyei választások aránya megnőtt, de 2%-kal csökkent a helyhatósági választások aránya. Persze ez egyik a másikat húzza magával, és itt van, hogy 50%-án alatt vagyunk még mindig, és pontosan azért nem szabad túlértékelni ezt a sikert, ez nagyon nagy siker, de erre lehet építeni, és igazi kampány most kezdődik, mert az igazi felelősséget most ruházták a lakosok, vagy a választók a Magyar Közösség pártjára is, ha jól látom. A szövetségre, hát én azt mondom, hogy a munka
Tehát olyan nincs, hogy ne folyjon munka. Tehát mindig kell, hogy dolgozzunk. Nem mindegy, milyen munka folyik? Persze, igen, a munka minősége az, ami számít, és amit a polgárok aztán vagy értékelnek, vagy nem. Tehát a munka mindenképpen fontos. Én ezt szeretném mondani, hogy az alázat nagyon fontos. Tehát erről nem szabad megfeledkeznünk, hogy alázatosan kell végezni. Örüljünk ennek a sikernek, mert néha meg kell tudni. És ki is kell élvezni így a sikert. Van, így van, meg kell tudni állni, és egy kicsit kiélvezni a sikert, hogy az erőt adjon nekünk, mindannyiunknak. De ugyanakkor az alázat nagyon fontos, hogy ez egy lépés volt. Így van, ez egy lépés volt, fontos lépés volt, meg kellett tenni, sikerült, most megyünk tovább, és ez a cél, hogy a munka folyjon mindenképpen, és én hiszem, hogy azáltal, hogy ennyi megyei képviselőnk lett a megyei parlamentekben, ennek köszönhetően újabb eredményekkel tudunk majd szolgálni, hiszen tényleg látjuk azt, hogy azokban a megyékben, ahol volt erős képviselet, ott nagyon szép eredmények vannak, és van mire büszkének lennünk. Még egyszer mondom, a közösségünknek elsősorban. Most ezek az eredmények még jobban összekovácsolják a szövetséget? Hiszen tudjuk, hogy voltak platformok, és nemrég azt kérdeztem, itt ült velem szembe a Gócs Gergely és Horváth Zoltán, hogy azok a varratok ellenetek már köszönülve a platformok között. Tudatosítani kell azt, hogy azért volt itt 12 évnyi szembenállás. Ezt látjuk a települések szintjén és így tovább. Tehát ezt nem lehet egyik napról a másikra kitörölni az emberek emlékezetéből. Ugyanakkor azt látom, hogy ez a mostani választás ez összekovácsolta a csapatot is mindenképpen, és hát a polgárok is megmutatták, hogy őket tehát nem platformokra szavaztak. A szövetség képviselőjelöltjeire szavaztak, és ez egy fontos üzenet, hogy az az út, amin elindultunk, hogy az egyesített, közös, egységes fellépésnek van, ez az egyetlen alternatíva, ami a közösségünk előtt áll, ez megerősítést nyert, és ez a helyes út, ez a helyes irány, ezen kell tovább haladnunk. De úgy látom, hogy a válaszokban mindig volt egyfajta kis tüske, ha megfigyeled a látott szavazatokat, ki mennyit kapott, azért ott látni, hogy a volt hidasok azért kevesebbet kaptak, mint a volt MKP-sok. Én ezt vettem észre. Én megnéztem mindegyes választási részt, mert hát kicsit foglalkoztam vele, és néztem, hogy azért van kis különbség még mindig. Tehát érezni, hogy a választó azért tudja, hogy igen, ki az MKP-s. Én ezt nem magyaráznám bele ezekbe az eredményekbe, hiszen látjuk azt, hogy például keleten, ott Pataki Károly és csapata, Király Helmec polgármestere. Tehát ott sem lehetett ezt látni, és ha figyelembe veszük például Berény Józsefnek az eredményeit, 19 ezer karikát kapott 5 évvel ezelőtt, igen, most megduplázta, tehát több mint 38 ezer karikát kapott. Ez azt jelenti, hogy a közösség egységesen, közösen adta le a voksát mellette. Tehát én ezeket az eredményeket nem látom. Valóban itt személyekre szavaztak, és egyébként meg tudjuk ezt nézni Komáromi járásban is. Tehát ott nem, még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az emberek nem a platformok szerint szavaztak, hanem az alapján, ami tehát hogy egy jelölt szerintük odavaló, vagy nem odavaló. Nem oldották azt, hogy melyik előtt pártban dolgozott előtte, és így tovább. Tehát ezt aki ilyet próbál belemagyarázni, azt szerintem rossz úton jár, és nem ez a helyes út. Itt én nem belemagyarázom, csak a rezenéseket az ember észreveszi, mert aki 30 évig, vagy 32 évig figyeli politikát, és láttam néha, hogy mikor ment tévútra, és nem vették észre azok a rezenéseket, amik benne voltak az egészben, csak pontosan az ember minden rezenésre figyel, hogy ezzel azt tudjam mondani, hogy figyelj, itt még kis hiba van, ez vihetne bennünket előre. Ezért figyeltem azt meg, hogy szavaznak az emberek, és a Berényre az rendben van, ugye egy elnök jelölt volt a magyar rész, igaz, volt más, de én azt hiszem, hogy a Berény volt a domináns elnök jelölt, és azt se kérdem meg, hogy miért Berény, mert egyszerűen Berény volt az elnök jelölt. Én arra nem vagyok kíváncsi, hogy mi történt előtte, volt egy elnök jelöltünk, aki 38 ezer karikát szerzett, ami nem Pestsecsen, Solva, se semmi. Így van. De azért azt megkérdem, hogy hogy tudnánk még jobban kimozdítani a választó polgárt otthon a fotelból, hogy azért jön-e választani. Mert engem az érdekelne, hogy állandóan megyünk lejjebb a százalékokkal, állandóan megyünk lejjebb, és megfigyeltem Galántát, Seje, Losonc, Fülek,
tehát járási városokat, ahol nem érték el a 40%-ot, 38-32-33% között mozgott a részvételi arány. Tehát ez nagyon kevés, főleg városokat, és Galántát néztem, Kolek Péter a 20%-os mandátumban fogja irányítani a várost, ha az összavazókat nézem. Ez nagyon gyönge. Így. Én azt tudom erre mondani, hogy a polgárok egy kicsit elveszítették a hitüket. És ezért volt fontos ez a mostani siker is, hogy érezzék az emberek, hogy igenis van ráhatásuk a történésekre. Mert egy kicsit úgy érezték már szerintem, hogy ez, amiről az imént beszéltünk, hogy az én szavazatom nem számít, igenis számít, és ezt a hitet vissza kell, hogy adjuk. És egyébként ebben a médiának is nagy szerepe van, és mindenkinek a közösségünk részéről. Tehát úgy a pedagógusoknak a kultúrát fejlesztő vagy segítő emberek részéről. Tehát ez az, amit minden... Tehát nagyon sok olyan irány van, nagyon sok olyan igyekezet van, hogy eltolni, hogy a politika egy rossz dolog, és a politikusokat egy ilyen negatív környezetben említeni, ugyanakkor az a fontos, hogy ezek a politikusok, akik képviselnek bennünket, hiteles emberek legyenek, hogy valóban a népet képviseljék, mert hát ez a feladatuk, és hogyha az emberek ezt fogják érezni, akkor elmennek majd szavazni. Annak idején, ugyebár ez elhangzott, hogy a 90-es évek elején mekkora volt még a részvételi arány. Az emberek változtatni akartak. Azt akarták, hogy ki akarták fejezni a véleményüket, mert egészen az előtt ez nem volt lehetséges. Volt A vagy B. A B pedig az volt, hogy A. Pontos. Tehát... Nem volt igazán választás, és szerettek volna élni ezzel a lehetőséggel. Sőt, volt egy eufória is még. Így van. Tehát változtatni akartak, részesei akartak lenni ennek a történetnek. Most egy kicsit azt érzem, hogy fel kellene megint rázni az embereket, hogy és a média szerepe is, hogy igenis menj el választani, igenis fontos a te szavazatod, és... Kicsit a kommunikáción is talán változtatni kellene, hogy ne azt kommunikáljuk, hogy mi minden rossz. Ha azt mondjuk valamire, hogy rossz, akkor mondjuk el azt is, hogy hogyan lehetne javítani. Ez egy nagyon fontos dolog, mert kritizálni, az a pályán kívülről bekiabálni, ez könnyű. De mondjuk meg azt is, hogy mi az, ami előrelépés lehetne. Mi például a szövetség részéről nagyon sok olyan javaslattal éltünk, amit ha a kormány elfogadott volna, és itt például az áfa csökkentést, az energiaárakra tudnám említeni, azt, hogy a fogyasztói adót csökkentsük az üzemanyag árak esetében, amivel nem veszítene a pénztár, az állami költségvetés, nem veszítene, hiszen most annyira megemelkedtek az árak, hogy ezt az tulajdonképpen az állam nyerészkedik az emberek szerencsétlenségén, hogy emelkednek ezek az árak, és ez nincsen rendjén. Tehát azt szerettem volna mondani, hogy mi úgy kritizáljuk a kormány lépéseit, de mindig teszünk hozzá, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, hogyan lehetne javítani. Általában rövid távú javaslatokat is teszünk, ami azonnal tudna segíteni, és rendszer szintű javaslatokat is, mert azt kell elérni, hogy ez ne ismétlődhessen meg. Ezért fontos, hogy a magát a rendszert javítsuk és tökéletesítsük. Tehát a szövetség részéről a szakembereinknek is köszönhetően mi nem csak kritizálunk, nem csak azt mondjuk meg, hogy mi a rossz, és akkor most csináljatok valamit, hanem teszünk hozzá javaslatot is, és ez a konstruktív építkezés, ez a konstruktív politizálás, hogy alternatívát tudjunk kínálni az embereknek, mert ha lehetőségünk lesz, és a parlamentben tudunk változtatni dolgokon, akkor ott dolgozni kell, és el kell tudni mondani azt, hogy miben tudunk változtatni, mit akarunk megváltoztatni, és hogyan, hogy attól jobb lesz az embereknek. Tehát nem elég átmondani, hozzá kell mindig tenni a bét. Így van. Egy alkalommal, amikor találkoztunk egy helyen, én azt mondtam, és ma is azt mondom, hogy még számomra mindig keveset kommunikáljátok a jót. Még mindig számomra úgy jön le, hogy eltelik pár hét, és nem hallani, hogy a szövetség valamit mondott. Ezen talán lehetne javítani, hogy mindig valamit mondani minden témába, hiszen előbb nagyon jól mondtad, hogy mi nem csak az A-t mondjuk, és a polgár a válasz arra is kíváncsi, hogy a B-t hogy mondjátok el, még akkor is, ha előbb azt említed, hogy a politika rossz dolog, ettől jobbat még nem találtak ki.
Én nem, semmiképpen sem mondom, hogy a politika rossz dolog. A politikára szükség van. Ezt hangsúlyoztam, és hangsúlyozom a minden egyes alkalommal. A politikára szükség van ahhoz, hogy, hogy a közösség, a közösségnek segíteni tudjunk. Tehát ez mindenképpen fontos dolog. Az, hogy az üzeneteink miért nem mennek át, ezt valljuk be őszintén, nem mindenkinek érdeke az, hogy a szövetség egy sikeres párt legyen. Ugyanis nem sok olyan érdek van, ami arra irányul, hogy azért az a jó, hogyha a magyarok itt Szlovákiában meg vannak osztva, mert akkor nem lesznek egységesek, nem lesznek erősek, és tulajdonképpen már jelentkeztek a szlovák pártok is különböző platformokkal, hogy akkor innen egy kicsit elveszünk, onnan egy kicsit elveszünk, és tulajdonképpen szétszabdalnak bennünket. Tehát a szlovák nyelvű média sem túl kegyes hozzánk. Mi nagyon sokat dolgozunk azért, hogy a televízióban is megjelenjünk, a vitaműsorokban és így tovább. Tudjuk, hogy parlamenten kívüli pártként azért korlátozottak a lehetőségeink, de ez nem rajtunk múlik. Tehát mi igyekszünk tényleg fellépni, amint van rá lehetőség, hogy elmondjuk az üzeneteket a nagy közönség előtt, minden egyes alkalmat és lehetőséget kihasználunk. Ezt fontosnak tartom. Tehát mi a csatornákat keresünk. Még egyszer hangsúlyozom, az, hogy parlamenten kívüli párt vagyunk, az nehezíti a dolgunkat, és megköti a kezeinket bizonyos formában, viszont ezt nem adjuk fel, és mi készülünk arra, hogy igenis legyen a közösségünknek parlamenti képviselete, és ha arra sor kerül, akkor legyenek kész megoldási javaslataink, hogy ne ott keressük a szavakat, gondolatokat, hogy mit, hogyan tovább. Így van, meg főleg nem ott kezdeni vakarózni, hogy na akkor most hogyan segítsünk. Tehát egy kész tervekkel kell, hogy érkezzünk, mert akkor tudunk gyorsan előrelépni és hatékonyan, hisz az emberek eredményeket akarnak, nem tiszta szavakat vagy puszta szavakat. Azt látjuk, hogy amióta a közösségünknek nincs egységes, erős képviselete a parlamentben, sajnos rendre elfeledkeznek rólunk, és rólunk döntenek, de nélkülünk. Igen, rólunk nélkülünk. Én azt mondtam akkor, amikor nem lett képviselet. Nehogy azt higgyük, hogy kevesebb lesz a parlamenti képviselet. A parlamenti képviselők száma sajnos 150 így is, vagy úgy is, csak sajnos nélkülünk. Ami azért fontos, hogy el kell lassan készíteni a programot, hiszen január 21-én, azt hiszem Lenin születésnapjára írták ki a referendumot is. Van ennek értelme még? Mi a referendumot tulajdonképpen ebben az esetben, ezt a referendumot, konkrétan ezt a referendumot inkább kampánynak tekintjük, egy párt kampányának. Ugyanakkor a referendum egy fontos módja annak, hogy az emberek kifejezzék a nézetüket, és elmondják, hogy mit gondolnak, és az embereknek most majd lehetőségük lesz arra, hogy kinyilvánítsák véleményüket. Azt tudni kell, hogy ugye van a hivatalos választás 2024 február végén, március elején, valamikor ezen a környéken lesz, hogyha ez a referendum sikeres is lesz, vagy lenne, akkor is ugye bár egy év a következő parlamenti választásig, tehát... Van-e értelme az egésznek? Ezt majd az emberek eldöntik. Az emberek eldöntik, hogy elmennek-e a referendumon, részt vesznek-e, illetve hogy mi mellett teszik le a voksukat. Mi azt hangsúlyoztuk eddig is, hogy szükség van az előrehozott választás, a parlamenti választása, mert valóban úgy tűnik, hogy ez egy agónia, ez egy nyűglődés a kormány részéről, és meg kell csinálni egy kis csiki-csuki ügyleteket ahhoz, hogy törvények átmenjenek, és így tovább. Tehát ez a kormány, amikor alkotmányos többségben volt, sem tudta jó irányba vezetni az országot. Amikor egyszerű többségük volt, akkor sem tudták. Láttuk azt, hogy fejetlenség van, egymás próbálják gáncsolni. Most, hogy kisebbségben van ez a kormány, nem hiszem, hogy bármi változna. Sőt, további problémák vannak. Látjuk azt, hogy kábeleket szurkodnak ide-oda, csak azért, hogy ne legyen parlamenti ülés, hogy meg tudják szerezni a támogató szavazatokat, és itt időt nyerjenek. Tehát ez már tragikomédia. Ez már vicc kategóriában tartozik szerintem. És az emberek pedig ezért is ábrándulnak ki ebből az egészből, hogy megválasztottak egy képviseletet, csinálhatnának szép dolgokat alkotmányos többséggel, ami előre vinni ezt az országot, és ehelyett nem az történik, hogy az országot viszik előre, hanem csak magukkal foglalkoznak, csak a maguk kis pecsenyéjét sütögetik, és ez egyszerűen ez elfogadhatatlan. És éppen ezért mi az előrehozott választást támogatjuk, és felszólítottuk már a kormányt és a parlamentet, hogy fogadják el azt, hogy előrehozott választás legyen,
Sajnos azt látjuk és azt tapasztalom, hogy a képviselőknek a nagy része azt számolgatja inkább, hogy mennyi fizetéstől esne el 2024 végéig, vagy bocsánat, 2024 januárjáig, februárjáig, amikor is parlamenti választás lesz, és nem az ország és az emberek ügyeit helyezik előtérbe, és nem azt tartják fontosnak. Úgyhogy sajnos a képviselők ismét megmutatták azt, hogy fontosabb nekik az ő saját érdekük, mint az ország érdeke. Hát akkor itt a lehetőség, hogy a szövetség megmutassa azt, hogy tényleg a polgárok érdeke van előtérbe helyezve. Itt a lehetőség arra, hogy az a sok szavazat, amit szlovák pártok kaptak, visszahozzuk talán. Így van, és ezen dolgozunk is természetesen. És annyit még a referendumhoz, hogy idáig csak egyetlen egy referendum volt érvény Szlovákiában, az is nyilvánvalóan, amikor a uniós tagságról volt szó, a többi mind érvénytelen, és ha most veszem a helyhatósági választás, hogy csak 46% vett részt rajta, nem tudom elképzelni, hogy január 21-én, ne adj Isten, még hó is lesz, hogy ez a referendum érvényes lesz. De nektek a munkát pedig folytatni kell ezerrel, dübörögni kell, hiszen van egy kiindulási pont, ami kötelez most már. Így van, ez egy nagyon jó kiindulási alap. Egyébként még a sikeres referendumhoz ismét csak hangsúlyozni tudom, hogy akkor az egységes magyar pártnak fontos szerepe volt abban, hogy az a referendum sikeres legyen, tehát valóban az egyetlen sikeres referendumhoz mi asszisztáltunk, mármint a közösségünk és az egységes képviselet, tehát ez is nagyon fontos. És igen, van itt egy óriási lehetőség, ez egy nagyon jó alap, egy kiindulási alap ismét a megyei és helyhatósági választás, amire csak építeni lehet, és kell is, és ez egy jó kiindulási alap lehet az, hogy a közösségünknek legyen valóban egy ismét, egy erős és egységes parlamenti képviselete. Szükségünk van rá. Nagy szükség van rá, hiszen tudom, amikor a magyar párt a parlamentben volt, azért mit lehetett oda elérni, és amikor üres a parlament a magyaroktól, azért én azt hiszem, hogy tartunk az ürességtől azt, hogy hova menjünk, mit, hogyan. Igaz, a megye is tud segíteni. Ahogyan mondtad, aszfaltozás. Csak egyet különnék az embereknek azért sokszor elmondani, hogy a hatáskörök, a megyei hatáskörök, hogy melyek azok. Mert az emberek nagyon kevesen tudják azt, hogy miért is vannak megyék, vannak járások, vannak minisztériumok, és hol, mit, és kinek mi a hatáskör. Ez légy szíves, még azért mondjad el, hogy hát miért lehet aszfaltozni a megyének a faluban? Mi a kampány során ezt minden egyes alkalommal hangsúlyozunk, hogy a megyéknek fontos szerepük van, és ezek olyan bástyák voltak, amiket kellett, hogy meg tudjunk tartani, és nagyon örülök neki, hogy nem csak megtartottuk, hanem annak köszönhetően, hogy 54 megyei képviselőnk van, meg is erősítettük őket. És a megyei hatáskörben, ami a leglátványosabb, az a másod és harmadosztályú utaknak az állapota, és ez az, amiben látványos segítséget tudunk adni a régióknak, és egyébként ez nem csak a magyarokról szól. Tehát azokon a másod-harmadrendű utakon nem csak magyar emberek járnak, hanem ugyanúgy szlovákok, romák, ruszinok és minden nemzetiség. Tehát, és itt mutatkozik meg az is, hogy nem csak a magyarok szavaztak egyébként a szövetség jelöltjeire, azt nem említettük, hogy több mint 500 ezer preferencia szavazatot kaptak a szövetség jelöltjei, ami szintén az első az országban a pártok tekintetében. A következő a sorrendben 400 ezret kapott, tehát több mint 100 ezerrel kevesebbet, mint a szövetség jelöltjei. Tehát, és egyébként ezen kívül még az oktatás a középiskoláknak a kérdés, tehát a középiskolák is a megye fennhatósága alá tartoznak, és tud segíteni egyébként az orvosok, tehát az orvoshálózat például Nagyszombat megyében mi azzal segítettünk a kezdő orvosoknak, hogy adtunk nekik támogatást a praxis beindításához, és ennek köszönhetően azért az orvosok ennek a segítségnek is köszönhetően a régióban indították el a praxist, amit tudjuk jól, hogy a jelen pillanatban, amikor az orvosok a központi kormány intézkedéseinek köszönhetően sorra adják be a felmondásukat, és úgy tűnik, hogy az egészségügy összeroppanhat ebbe. Komoly problémák lesznek azáltal, hogy nem lesznek orvosok és nem lesznek nővérek. Már most orvos hiány. Így van. Tehát, de hogy a komoly problémák lesznek, hogy altató orvosok nem lesznek, és így tovább. Tehát ezek
ezt, hogy a kormány így próbálja a szőnyeg alá söpörni, én ezt nem is értem, hiszen előfordulhat, hogy bevisznek valakit a gyors mentővel, és gyors műtét, így van, gyors műtétre lenne szükség, és nincs ki elaltassa. A műtőorvos ott fog állni, csak nincs ki elaltassa. Így van, tehát ezek komoly problémák, és komoly problémák lesznek, amikre megoldásokat kell találni, tehát ebből a szempontból a megye így legalább tud segíteni. Apró segítségnek tűnhet, de nagyon fontos segítség, mondom még egyszer, hogy az orvosokat ott tudjuk tartani a régiókban. Ugyanúgy például a kultúra területén nagyon sok támogatás volt a kultúra területén, az, hogy a közösségünk a gyökereit, hagyományait meg tudja tartani, az a megye szempontjából tudunk, tehát a megyéről tudunk ebben segíteni és segítkezni, és segítünk is, ugyebár a könyvtárak is ide tartoznak, tehát nagyon sok olyan könyvtár van, ami megyei fennhatóság alá tartozik, a múzeumok és így tovább, tehát ezek mind-mind olyan dolgok, amik a közösségünk szempontjából fontosak. Fontosak, hogy meg tudjunk maradni itt az országban, és a szülőföldünkön tudjunk boldogulni. Aztán, mint egy apró segítség, Kalkuttai Terézan is azt mondta, hogy kis dolgokat tegyünk, de nagy szívbe. Tehát erről van szó, hogy rengeteg apró segítség nagy segítséggé fog válni. Így van. Egy kis hógolyat indítunk el, végén labina is lehet belőle. Így igaz. De azért egy dolgot még a megyei választásokhoz. Miért volt annyi sok elveszett érvénytelen szót, hiszen 200 ezer, ennyi még soha nem volt? Ez egy különleges helyzet volt, különleges választás volt, ugyanis először Szlovákia történelmében egyszerre voltak a helyi, illetve a megyei választások is. És összekeverték? Előfordulhat valószínűleg, ezért is volt nagyon sok érvénytelen szavazat. Tehát az emberek nagy része két borítékot kaptak, két borítékot kaptak, és nem egyszer összekeverték. Tehát minimum kettőt kaptak, de egyébként a pozsonyiak és a kassaiak még többet kaptak, mert még ott helyi városrészekre is szavaztak, tehát ott még több volt ez a bizonytalansági tényező. Mi próbáltuk természetesen az embereknek felhívni a figyelmét arra, hogy ez mivel jár, és mi a feladat, illetve hogyan kell szavazni, viszont nagyon sokan ezt vagy összekeverték, vagy ott a plenta mögött, amikor dönteni kell, akkor esetleg összekeverték a borítékokat, a szavazólapokat, és így tovább. Én hiszem, hogy ezeknek az érvénytelen szavazatoknak a száma 4 év múlva, amennyiben marad ez a választási rendszer, hogy egyszerre lesz ez a két választás. Én szerintem az érvénytelen szavazatoknak a száma csökkenni fog természetesen, mert már az emberek egy kicsit jártasabbak lesznek ebben a dolgokban. Tehát úgy gondolom, hogy csak a technikát kell megváltoztatni, és te személy szerint támogatnád az összevont választásokat? Én azt mondom, hogy nagyon sok a bizonytalansági tényező. Ezt most ki kell elemezni. Tehát nem tudok azonnal válaszolni arra, hogy ez most jó volt, vagy nem volt jó. A szövetség szempontjából siker volt, és a közösségünk szempontjából siker volt. Ugyanakkor mi nagyon nagy aggodalmakkal álltunk ezelőtt a választás előtt, hiszen tudjuk jól, hogy a megyehatárokat nem úgy szabták meg, hogy az a magyarság, vagy bármely más nemzeti közösségnek kedvezne. Sőt, inkább arról volt szó, hogy hogyan tudnak az egyes régiókban gyengíteni, és egyébként ez egy nagyon rossz rendszer. Tehát ezt nem csak mi mondjuk, hanem a többi nemzetiség, tehát szlovákok is ugyanúgy állítják, hát Szepes is meg van bontva. Amit tudtak, megbontottak. Így van. Tehát a természetes régiókat nem követi ez a megyerendszer, tehát maga a megyerendszer rossz, és ezen változtatni kell mindenképpen. És az, hogy most egyszerre van a két választás, ezt biztos, hogy elemezni kellene, hogy ez most jó vagy nem jó. Látjuk azt, hogy mennyi érvénytelen szavazat volt, tehát ebből a szempontból mindenképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy ez zavart hozott a rendszerbe, és hogy nagyon sok volt a bizonytalansági tényező. Tehát itt ebből a szempontból azt mondom, hogy ez nem egy szerencsés megoldás. Azt látjuk, hogy a megyei választáson a részvételi arány nőtt, tehát a 27%-ból lett 40 közeli. Tehát ebből a szempontból ez egy előrelépés, mert mindig akkor az a fontos, hogy a
a részvételi arány minél nagyobb legyen, hogy azok az emberek, akik mandátumot szereznek, minél nagyobb legitimitással bírjanak. Így van, minél erősebb legyen a mandátumuk, ez fontos. Ugyanakkor a közösségünk szempontjából, még egyszer mondom azt, hogy ezek a megyék nem úgy vannak megszabva, hogy az nekünk jó legyen, így a mi szempontunkból is azért még nagyon sok veszélyt rejt magában ez a mostani rendszer. Persze most nehéz eldönteni, hogy a önkormányzati választások húzták föl a megyei választásokat, vagy megyei választások húzták kicsit lejjebb önkormányzati részvételt. Ezt ki kell elemezni, ez nem egy hét, egy hónap dolga és megítélése, de valahol a részvétel igen nőtt, és ebből kiindulva, amikor véget ért a választás, mint elnök, mit mondtál a többieknek? Gratuláltam. Gratuláltam, és megköszöntem mindenkinek a munkát, mert ez egy komoly közös munka volt. Ez nem egy ember érdeme, nem két ember érdeme, ez, és nem csak a politikusnak az érdeme, hanem ez a közösségünknek. Tehát az, hogy a felvidéki magyarság egységesen, közösen tudott fellépni, most ebben az esetben is azt mondta, hogy igen, tehát tartsuk meg a bástyáinkat, és ha lehet, erősítsük meg őket, ez egy nagy siker. És ehhez csak is gratulálni tudok mindannyiunknak, tehát mindenkinek, az egész felvidéki magyarságnak, és természetesen nagy-nagy köszönet mindannyiuknak. A jelölteknek, akik elindultak a szövetség színeiben, nagy köszönet, mindenkinek, aki segítette az ő munkájukat, és a legnagyobb köszönet magát a választót illeti, mert valóban az, hogy elmentek szavazni, éltek az állampolgársági jogukkal, és megmondták, hogy mit akarnak, mi az szerintük helyes út, ez fontos volt, és nagy köszönet, és igen, ez egy óriási felelősség is, amit tudatosítani kell, és ennek szellemében tovább kell végni, tovább kell menni azon az úton, és dolgozni. De ez mögött rengeteg a műhelymunka. Rengeteg a műhelymunka, és én egyszer azt mondtam, és le is írtam, hogy az élet az kampánycsend nélkül, tehát a kampány folytatódik, és még nagyobb műhelymunkát kell, vagy több műhelymunkát kell folytatni ahhoz, hogy az 5% alá ne kerüljön a szövetségpártja, hogy legyen képviseltünk a parlamentben. Ez az igazi megmérettetés számodra is, mint elnök úr számára, és az egész szövetség számára is, ha jól látom. Jól érzik, az egész közösségünk számára. Az egész felvidéki magyarság számára is, természetesen. És azért említettem azonnal az elején, hogy azt az egy szárnyat, ami egy kicsit le van törve ebből a szövetségből, vagy össze kellene ragasztani, hozni, hogy ne törött szárnyal induljunk majd a parlamenti választáson, mert akkor szerintem lehet igazi sikerünk, amikor tényleg, nem azt mondom, hogy egységesek legyünk, de együtt menjünk. Mert egységesek sohasem leszünk, hiszen induláskor sem voltunk egységesek 1990-ben, három párt volt. De ha egységet tudunk alkotni, akkor tudunk talán nyerni is úgy, mint akkor. Én ezt ismét csak hangsúlyozni tudom, mindenkire szükség van. Tehát mindenkire szükség van, aki a közösséget akarja segíteni és támogatni. Ez a összekötő kapocs, hogy a közösségünket segítse és támogassa. Egyformán nem fogunk gondolkodni. Az jó is, az rendben is van. Így van. Tehát a családon belül teljesen másképp gondolkodik egy nagyapa, aki már az élet minden... Aki veled szemben ül. Aki már átélt különböző dolgokat, vannak unokák, különböző problémák. Igen. Így van, és teljesen másképp gondolkodik egy fiatal siheder, aki éppen a főiskolát elvégezte, tele van ambícióval, tele van lelkesedéssel. Én pedig a kettő között vagyok, igen, három fiúval, úgyhogy és ugyanez érvényes az érett anyára is, aki felnevelt gyerekeket, mint például egy ifjú lány, aki 18 évesen éppen a középiskolát elvégezte. Tehát másképp látják a világot, másképp gondolkodnak, és ez így van rendjén. Viszont van itt egy összekötő kapocs, hogy mi itt felvidéken magyarok meg akarunk maradni, erősödni akarunk, és a szülőföldünkön akarunk érvényesülni. Ez egy nagyon fontos. Mi nem akarunk innen elmenni. Itt laktak az őseink, itt éltek az őseink, ide kötnek a gyökereink, ide kötnek a hagyományaink, a kultúránk, és így tovább. Mi itt akarunk érvényesülni, itt akarunk megmaradni, és itt akarunk erősödni, és egyébként meg azt is tudatosítani kell, hogy mi hozadékai vagyunk ennek az országnak. Tehát mi színesebbé, érdekesebbé, vonzóbbá tudjuk tenni ezt az országot, és ezt a többieknek is tudatosítaniuk kell.
kell, és így kell hozzáálljanak nem csak a magyarokhoz, minden egyes nemzeti közösséghez, akik itt élnek Szlovákiában. Elnök úr, ez végszóra is nagyon jó lett volna, amit most mondtál, hiszen abban egyeztünk, hogy egy órát próbálunk beszélgetni, és hát az egy óra gyorsan elszaladt. De azért a műsoromban van egy ilyen dolog, van nekem 112 kérdés elkészítve, 112 azért, hogy az emberek tudják, hogy a 112 egy hívószám, amit a bajba esnek hívatnak. Ha esetleg mondom három számot, társítok hozzá három kérdés, ha beleegyez. Három számot mondjak? Igen, három számot, és akkor minden számhoz majd itt teszek egy kész 112-ig. Jó, hát legyen a három. Három? Az a magyaroknál, ugye. Beszélj a legörültebb dolgokról, amit valahol égezítél. Hát, szerintem mindannyiunk életében vannak őrült dolgok, amiket nem biztos, hogy szívesen emleget. Azokkal úgy gondolom, hogy az a barátokkal, amikor leülünk egy-egy sör mellett, akkor előjönnek ezek a régi örültségek, és megbeszéljük, úgyhogy ezeket megmondom őszintén inkább azokkal, akikkel átéltem ezeket nem az örültségeket. Így van. Én nem így négy szem közt, igen. Igen, igen, igen. De ezek az őrült dolgok, ezek... Őrültség nélkül nem is őrült. Ezt élet. Akartam mondani, hogy ezek egy kicsit megízesítik az életet. Életcsója. Savaborsát, igen, ja. Adják az életnek, és semmiképpen sem voltak ezek olyan őrültségek, amikkel bárkinek is ártottunk volna, inkább inkább a magunk szórakoztatására jött. Következő szám. Legyen a 31. Milyen céljaid vannak a következő két évben? Ez nagyon jó. Igen, ez most pont beleillik. Betaláltunk. Hát mindenképpen a legfontosabb cél az, hogy a közösségünknek legyen egy parlamenti képviselete. Ez két éven belül biztos, hogy megtörténik a parlamenti választás. Ez egy nagyon fontos cél, én úgy érzem. Tehát egy 8,5%-nyi közösség Szlovákiában nem lehet, hogy parlamenti képviselet nélkül maradjon, és én mindent meg fogok tenni azért, hogy a közösségünknek ez sikerüljön. Harmadik szám. Hát akkor tényleg vissza a magyar számokhoz, a hetes. Hetes szám. Hetet volt országon. Mit akkor hetes szám? Ha, mikor füllentettél utoljára? Hát... Ne hagyj azt mondani ebben a műsorban. Nem. Az igazság az, hogy én nem szeretek füllenteni, és a fiaimnak is mindig azt mondom, hogy a füllentés az azért veszélyes, mert megrontja, tehát a bizalmat. A bizalmat nagyon könnyű elveszíteni akkor, hogyha az ember hazudik, füllent. És a bizalmat nagyon nehéz visszaszerezni. Tehát ha valaki elveszíti a bizalmat, akkor nagyon nehéz visszaszerezni. És így van ez a választókkal is. Így van, így van. Azért a választók utána ezt visszaadják. Tehát nem éreztetik. Így van, éreztetik mindenképpen. Úgyhogy én mindenképpen kerülöm a hazudozást és a hazugságot. Legyen így. Hát azt hiszem, hogy akkor ezt a mai műsort talán be is fejezzük. Én nem tudom, emlékszel arra, amikor egy alkalommal jöttél Nácegre március 15-én, akkor még polgármester voltam, és azt kérdezted tőlem, hogy beszélhetek-e. Igen, az pont egy olyan időszak volt, amikor azért a felvidéki magyarság meg volt politikailag osztva. És én akkor járási elnök voltam valóban, és erre teret adtál, hogy akkor ugyebár köszönthettem a jelenlévőket. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ezek az apró dolgok, az apró gesztusok, amik segítették azt, hogy ez a közösség újra egységesedjen. Erre nagy szükség van. És egyébként Nácegre azóta is nagyon szívesen járok. Nagyon örülök neki, hogy az utóbbi időben ilyen szépen fejlődik a falu, a település. Nagyon sok szép rendezvény van itt, fejlődik az OVI, tehát a támogatásnak is köszönhetően, amit a magyar kormány is ad, igen, persze, is ad, és ugyanúgy például az itteni szabadtéri színpad, ami szintén átadásra került. Tehát tényleg jó Nácegre jönni, én nagyon szeretek Nácegre jönni, nagyon jó az aurája, hangulata. Például legutóbb, amikor itt volt
az agrárminiszterről Magyarországról, akkor ő is mondta, hogy nagyon jó aurája van ennek a településnek, a falunak. Így van, tehát én gratulálok mindenképpen a nácegieknek és a nácegi vezetésnek az, hogy jó ide jönni. Jó. Elnök úr, még nagyon sokat tudnánk beszélgetni. Biztos vagyok benne. És azt hiszem, hogy ne ez legyen az utolsó beszélgetésünk, ha a stúdió működni fog, bármikor, ha mondani valód van. Ha a szövetségnek van mondani valója, szívesen látlak benneteket, szívesen beszélgetek szakmai dolgokról is, és én köszönöm, hogy ma itt voltál, kívánok további erőt, egészséget, és több mint 5%-ot a parlamenti választásokhoz. A kedves nézőknek, hallgatóknak pedig köszönöm a mai figyelmet. Én is köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehettem, és mindenképpen élni fogunk ezzel a lehetőséggel, és természetesen még sok-sok-sok adást, és együtt ünnepeljük majd az 5000-et. Azt kívánom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szerintem szépen.